Az ebédszünet után folytatja ülését Pécs megyei jogúváros önkormányzata közgyűlése. Fontos lesz az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új tagok kinevezése önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál, valamint több EKF-hez kapcsolódó téma, úgy mint az EKF marketing forrás biztosításáról szóló megállapodás megkötése és több önerőpályázat benyújtása. A képviselők a közterek és parkok újjáélesztése, kettes projekt ESZA tevékenységek megvalósításáról és a könyvtári szolgáltatás integráció kérdéséről szóló előterjesztést levették a napirendről. A képviselők a hetedik napirendi ponttal folytatják az ülést az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központban a bölcsődei férőhelyek számának emeléséről tárgyalnak. 80 férőhelyes bölcsődéből egy 110 férőhelyes bölcsődé tud kialakulni, és a férőhely emelésével együtt még 8 fős állásai növekedés is együtt jár. Kérném a közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Hozzászólás nincs, kérem a szavazást az előterjesztésre. Köszönöm szépen, 23 igen szavazattal fogadta a testület. Következő napirend a TIOP 3.1/091 számú pályázata, amely konkrétan a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések tárgyában című pályázatot jelenti. Ennek előterjesztője Bognár László lenne, ha itt lenne. Helyette Révész Mária frakcióvezető fogja előterjeszteni. Önné a szót, tessék, parancsoljon. Nem fogom előterjeszteni, hanem 3 perc szünetet kérek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elrendelem a szünetet. Három perc. Megkérem Bognár László bizottságának urat tegye meg hozzászólását, ha van szóbeli kiegészítésük. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírt egy pályázatot a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések címmel. A TISZK rendszer az a térség integrált szakképző központot jelenti. A pályázatra a szakképzés szervezési társulás pályázhat, jelen esetben a mi esetünkben a Pannon szakképzés szervezési társulás. Emlékeztető, szeretném elmondani, hogy Pécsen kívül a Baranya megyei önkormányzat, Bolysázs és Mohács város önkormányzatai a tagjai a társulásnak. A pályázat önerős, az önerő mérték az attól függ, hogy hány helyrajzi számon történik a infrastruktúrális beruházás. A legkisebb önerőt, a 10%-os önerőt akkor kell biztosítani, amikor az egész pályázati összegnek támogatásnak a fele egy helyrajzi számon történik. Ennek értelmében fogja a társulás benyújtani a pályázatot, és ennek értelmében az egész pályázati összegnek a fele 400 millió forint, egész pontosan 390 millió forint, a Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola gyakorlati képzeljének a fejlesztésére lenne fordítva. A maradék összeg pedig a bói, illetve a pécsváradi szakközépiskoláknak a fejlesztésére lenne fordítva.
Szeretném még elmondani azt, hogy ennek a pályázati kiírásnak volt egy előző köre, egy támokos pályázat, amelyik a szakképzőiskolák módszertani fejlesztéséről szólt, illetve azt célozta meg. A társulás erre is beadta a pályázatot, és most szeptember elején dőlt el, hogy ez a pályázat ez nyertes. A társulás 302 millió forintot kapott a szakképző intézményének a módszertani fejlesztésére, és ez egyben előnyt jelent ennél a pályázatnál is, tehát ennél az úgynevezett tiópos infrastruktúrális pályázatnál. Azt szeretném megindokolni, hogy miért a simonyi szakképzőhelyét, illetve gyakorlati képzőhelyét fejlesztenénk ebből a Pécs városára eső 390 milliós beruházásból. Egyrészt oktatási, másrészt pedig műszaki okok is ezt indokolják. Oktatási szakmai indokoknál azt lehetne kiemelni, hogy egyre inkább a gyakorlati képzés az elkerül a vállalkozóktól, és a tanműhelyekbe koncentrálódik, és ezeknek a fejlesztés ez kiemelten fontos, illetve a szakképzésben az utóbbi időszakban bevezetett moduláris képzés is ezt követeli meg, hogy legyen egy olyan gyakorlati képzőhelye az adott szakközépiskolának, amelyik alkalmas erre a moduláris képzésre. A intézmény rendelkezik egy eredetek felvonulási épülettel, amelyiket most faipari tanműhelyként használ, és a műszaki vélemények szerint nagyon leamortizálódva és olyan állapotban, amelyik tulajdonképpen gyakorlati oktatás, a szakképzés biztosítására alkalmatlan, tehát műszakilag is alátámasztott az, hogy ezt a gyakorlati képzőhelyet, ami a faipari oktatásra szolgál, ezt felújítsák korszerű módon és tartalommal töltsék ki. Tulajdonképpen az előterjesztés arról szól, hogy akkor a Pécsre eső, a Simonyira költendő felújítás 390 milliós beruházási pályázatot támogatjuk, illetve ennek az önrészét a jövő évi költségvetés terhére, az 39 millió forint biztosítjuk, viszont a mai nap már többször volt szó a költségvetés nehéz helyzetéről, és gondot jelent, hogy az előzetes kötelezettségvállalás is. Ezért én egy módosító javaslatot szeretnék tenni, miszerint mondom a módosító javaslatot, azt mondanánk ki a határozati javaslat 3-as pontjaként, hogy a közgyűlés utasítja a humán osztály vezetőjét, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a pécsi szakközépiskolák a szakképzési hozzájárulásaikból mekkora mértékben tudnak hozzájárulni a pályázat pécsi beruházásának önerejéhez. Ugyanis elkezdődtek tárgyalások és olyan jelzések vannak, hogy a pécsi szakképző intézményeknek a ez évi, illetve jövő évi szakképzési hozzájárulásából jelentős összeget tudnának ehhez az önerőhöz biztosítani, és akkor ez a kötelezettségvállalás, ez tulajdonképpen jövő évi költségvetésre nem állna fönn. Viszont azért kell ezt is kimondanunk, mert a pályázat beadásának a határideje az október 15, és az új költségvetésnek az összeállítását a pályázat beadási rövid határideje miatt nem tudjuk megvárni. Úgyhogy kérem azt, hogy egyrészt a határozati javaslatokat, amelyeket megkapta a képviselőtársaim, illetve az előbb ismertetett módosítást, ahol együtt támogassák ezt a infrastruktúrális fejlesztést, illetve a pályázaton való részvételt. Köszönöm. Köszönöm szépen, bizottság elnök úr. Megszten András képviselő úr kér szót. Ennél a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A tisztelt közgyűlés az előterjesztés örvendetes tényt közöl, hiszen egy pályázaton egy pécsi intézmény jelentős összeget kapott a fejlesztéséhez, és azt gondolom, hogy ez a pályázati rendszer, ami Pécsen végre beindult, ez nem egy egyedi dolog, tehát örülhetünk tovább. Itt ragadnám meg az alkalmat, azt, hogy tájékoztassam arról a közgyűlést is, hogy több iskola központ nyert az értékelés témakörben több 10 millió forintot, ha jól emlékszem, akkor 62-63 millió forintot a legutóbbi pályázati fordulóban,
ez kiugróan magas teljesítmény egyébként a régióban is. Néhány iskolánk több mint 10 millió forintot kapott erre a célra. Tehát jó úton haladnak az intézményeink, azt gondolom, és ez a mostani előterjesztés is azt mutatja, hogy az oktatási ágazat meg fogja találni a kitörési pontjait. Mi támogatni fogjuk a magunk részéről az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Több hozzászólást nem látok. Az előterjesztő tett egy utolagos módosító javaslatot, ami nem szerepel a kiosztott anyag között. Kérem, hogy először erről szavazzunk. Az önerő biztosításáról szóló javaslatot ismertette Bognár László. Tehát erről kérem, hogy szavazzon a testület a módosító indítványról. Közülés 26 igennel a módosító indítványt támogatta, most pedig az előterjesztésről kérem együttesen a módosításról együtt szavazzunk. Közgyűlés 25 igen szavazattal egyhangulag támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Következik a igazgatóság és felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új tagok kinevezése az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál. Tisztelt közgyűlés, az előterjesztés annyiban hiányos, hogy minden egyes cégünk esetében vagy érdekeltségünk esetében megnevezi, hogy kik kerülnek visszahívásra az eddigi delegáltak, viszont üresen hagyja az új delegáltak nevét. Erre majd megkérem Nagy Csaba alpolgármesterét, hogy ismertesse mindegyik cég esetében, hogy kik az új delegáltak javaslatként. Annyit szeretnék talán a minket figyelő pécsi polgároknak elmondani, hogy nagyon örvendetesnek találom azt, hogy két tekintetben is előre tudtunk lépni. Egyrészt én úgy érzem, hogy helyes irány az, hogy a képviselők, akik amúgy a testületi tagok és tagjai a testületnek döntési jogkörrel rendelkeznek, tehát ismerik a városi döntési mechanizmust, ilyen módon nincs szükség feltétlenül arra, hogy a különböző társaságok bizottságaiban, felügyelőbizottságaiban legyenek részt. Tehát innentől fogva a képviselő kikerül ebből a körből. Illetve legalább ilyen lényeges és fontos, hogy a legtöbb esetben, nem töretlenül, de a legtöbb esetben sikerült csökkenteni a delegált tagok létszámát a bizottságokba, tehát ilyen szempontból is talán egy kis lépést tettünk a takarékosság irányába. Ezek után kérem Nagy Csabát, hogy ismertesse a javaslatokat. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy itt együttműködésre lesz szükségünk, tehát a frakcióvezető hölgy és urak figyelmét szeretném kérni, mert azt gondolnám, hogy úgy kellene ezt megtenni, hogy cégenként mennénk. Én elmondanám, hogy mely frakciók tudnak a konszenzus alapján oda jelölni, és akkor el kellene mondani a neveket jó hangosan, hogy fel tudjuk ezeket írni, hogyha ezt a forgatókönyvet lehetne bevezetni, akkor ez jó lenne. Az első ilyen cég az a Biocom Kft. Itt a Baloldali Szövetség Pécs Városáért frakciótól, az MSZP frakciótól és az ÖPE frakciótól várnánk egy-egy nevet. Sarkadi Gábor úr. Frakción Köröztös Imrét javasolja. Még egyszer a nevet? Köröztös Imre. Igen. Tóth Bertalan úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, az MSZP frakció ifjabb Zeller Gyulát javasol. Ifjabb Zeller Gyula, köszönöm. Még egy rovat hiányzik ennél a kategóriánál. Összefogás Pécs frakció. Az ÖPE frakció Imhof Gábor jelöli. Köszönöm. A polgármester úr.
Következő cég a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Itt a Fidesz, az MSZP és az ÖPE fog jelölni. Révész Mária frakcióvezetőasszony. A Fidesz Hofmanni Bátori Erzsébet delegálja. Még egyszer. A Fidesz Hofmanni Bátori Erzsébetet delegálja. Hofmanni Bátori Erzsébet. Igen, köszönöm. Dr. Tóth Bertalan úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kaszás Gizella. Igen, ki nem mondott még delegáltat. Fővári képviselő úr, frakcióvezető úr. A Zsolnai Örökség KHT-ben az Összefogás Pécsért frakció Csurka Szabolcsot delegálja. Még egyszer. Csurka Szabolcs. Csurka Szabolcs. Igen, alpolgármester úr. Következő Pécs 2010 Nonprofit Kft. Itt a Fidesz, az MSZP és a Baloldali Szövetség Városért, Pécs Városért frakció. Bocsánat. MSZP frakció nevét. Köszönöm a szót, polgármester. Az MSZP frakció Gazdag Istvánt javasol. Igen, Baloldali Szövetség. Gyarmatiné Takács Szilviát javasoljuk. Köszönöm. Fidesz frakció. Bocsánat, de szerintem itt nincsen jelölési jogunk. Melyik cégről van szó? Ez a Pécs 2010 Nonprofit Kft. Ja, bocsánat. Arról így, ott igen. Varga Zoltán. Varga Zoltán. Köszönöm. Alpolgármester. Következő cég Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési ZRT. És itt a Fidesz jelöl. Dr. Jandó Péter és Pap Roland. Következő cég a Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. Itt az MSZP jelöl. MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester úr. Dr. Teszler Sándort javasoljuk. Következő cég az Innovációs és Technológiai Fejlesztési Nonprofit Kft. Itt a Fidesz és a Baloldali Szövetség Pécs Városáért frakció. Fidesz frakció. A Fidesz frakció Bágyi Miklóst jelöli. Bágyi Miklós, köszönöm. Baloldali Szövetség. Dr. Galovics Éva. Köszönöm. Következő cég az EUNET 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. Itt az MSZP, a Baloldali Szövetség és az SZDSZ jelöl. MSZP frakciót kérdezem. Köszönöm a szót, polgármester. Varga Lászlót javasolni. Varga László, Baloldali Szövetség. Kovács Dezső. Köszönöm. Szabad Demokraták Szövetsége. Kovács Gyula. Kovács Gyula, köszönöm. Következő cég a TDM Nonprofit Kiemelt Közhasznú Kft. Itt az MSZP és az ÖPE frakció jelöl. MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester úr. Orosdi Bélát javasoljuk. Orosdi Béla. Köszönöm. Összefogás Pécs frakció. Pap András. Pap András. Következő cég a Pécs Szopjáne Örökség Nonprofit Kft. Itt a Fidesz jelöl két embert és az MSZP jelöl. Igen, MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az MSZP frakció Dr. Kékes Ferencet javasoljuk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Fidesz frakció. A Fidesz frakció dr. Mircerek Lászlót és Herbert Gábort jelöli. A Szopjáni Örökség non-profit Kft. Következő cég, bocsánat, következő cég a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Non-Profit Kft. Itt a Fidesz jelöl. Fidesz frakció. A Fidesz frakció jelöltje Krum Ádám. Ádám, igen. A következő cég a Pécsi Távfűtő Kft. Itt az MSZP, függetlenként Só László és az ÖPE frakció jelöl. Igen, MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester, Horváth Zoltánt javasol. Horváth Zoltán, köszönöm. Független képviselő úr, Só László. Köszönöm, polgármester, Samu Zsuzsanna a jelölt. Köszönöm. És ki volt a harmadik? Összefogás Pécs Egyesület frakciója. Vég Péter. Köszönöm. PMS és Sport Kft. MSZP jelöl. MSZP frakciót kérdezem. PMSZ. Köszönöm a szót, polgármester úr. Majoros Iván. Következő cég a PVSK Marketing Kft. Szintén MSZP jelöl. MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester. Varga László. Következő cég a Pécsi Női Kosárlabda Kft. Itt a Fidesz kettő jelöltet nevezhet meg, az MSZP frakció egyet, és az MDF képviselője Füredi Péter egyet. Igen. MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ifjabb Pörös Bélát javasolja az MSZP frakció. Köszönöm szépen. Fidesz-KDNP frakció. Köszönöm szó, polgármester úr, a Fidesz KDNP frakció Sztojkovics Évát és Ház Jánost jelöli. Tehát Sztojkovics Éva és Ház János. Köszönöm. Magyar Demokrata Fórum. Szigeti Bélát jelöljük erre a pozíció. Köszönöm szépen. Következő a Pécsi Vízmű ZRT igazgatósága. Itt a Fidesz kettőt, az MSZP egyet és az ÖPE egyet jelölhet a frakciók közül. Fidesz-KDNP frakció. A Fidesz-KDNP frakció Katrellner Zoltánt és Farkas Tibort jelöli. Köszönöm, MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester. Az MSZP frakció Smuk Rolandot javasolja. Köszönöm. Összefogás Pécs Egyesület frakciója. Az ÖPE frakció jelöltje dr. Berecki János. Dr. Berecki János. Köszönöm. Most következik a Pécsi Vízmű ZRT felügyelő bizottsági helye. Itt az SZDSZ jelöl. Az SZDSZ Metzing Józsefet javasolja. Itt. Metzing Józsefet. Ja, igen. Köszönöm szépen. Következő cég a Pécsi Közlekedési ZRT. Itt a Fidesz jelöl, egy hely van. Hát a Pécsi Közlekedési ZRT a Fidesz jelöl, és egy hely van. Fidesz-KDNP frakciót kérdezem. Köszönöm. A Pécsi Közlekedési ZRT-ben Mór Esztert jelöli a Fidesz frakciót. Kit? Mór Esztert. Mór Esztert, köszönöm szépen. Következő cég a Pécs Pogányi Repülőteret működtető Kft. Itt a Baloldali Szövetség jelöl. Kun Csaba. Kun Csaba, köszönjük. Következő cég az Air Horizont Non-Profit Kft. Itt az MSZP és a Fidesz jelöl. MSZP frakciót kérdezem. Köszönöm a szót, polgármester, Bérces Nagy Gábort javasolja. Fidesz-KDNP frakció. Pál Miklós. Köszönöm.
Következő cég a Pécsi Ipari Park ZRT, itt ugye megszűnik az igazgatóság, és a felügyelőbizottságra jelölhet az MSZP, az MDF és az ÖPE. MSZP frakciót kérdezem. Köszönöm a szót, polgármester, Szőke Attilát javasolja. Szőke Attila, köszönöm. MDF képviselőt kérdezem. Erdély József urat. Köszönöm szépen. Összefogás Pécs Egyesület. Az ÖPE jelöltje Nemes Csaba. Köszönöm. Következő cég a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT. Itt a Fidesz és az MDF jelöl. Fidesz-KDNP frakciót kérdezem. A Fidesz-KDNP frakció dr. Vaskalárát jelöli. Dr. Ákosini, dr. Vaskalára. Igen. MDF. MDF képviselőt kérdezem. Magyar Demokrata Fórum dr. Horváth Katalint jelöljük. Kit? Még egyszer. Dr. Horváth Katalin. Köszönöm szépen. A következő cég a Pécsi Füldő Kft. Itt az MSZP, a Baloldali Szövetség, illetve az SZDSZ jelöl. MSZP frakciót kérdezem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kátai Istvánnét javasoljuk. Köszönöm szépen. Baloldali Szövetség. Császár László. Köszönöm. Szabad Demokraták Szövetsége. Spón Linda. Spón Kinga. Okay. Következő cég a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. Itt a Fidesz, a Baloldali Szövetség és az MSZP jelöl. Fidesz-KDNP frakciót kérdezem. A Fidesz-KDNP frakció jelöltje Pokorni Tamás. Köszönöm szépen. MSZP jelöltjét kérdezem. Köszönöm a szót, polgármester. Az MSZP frakció dr. Szirtes Gábort javasolja. Köszönöm. Baloldali Szövetség. Zsiga István. Köszönöm. Következik a Pécs Média Központ Kft. És a Pécs TV Kommunikációs Kft. Ezeket azért mondom egybe, mert az előzetes egyeztetések a holdinggal úgy zajlottak le, hogy a két Kft-ben azonosak legyenek a jelöltek a felügyelőbizottság vonatkozásában. Ez azért fontos, mert tulajdonképpen a Pécs TV Kommunikációs Kft. Tulajdonképpen majdhogy nem egy üres cég. A tevékenysége csak a sugárzás miatt volt, illetve van megtartva. Tehát azt kérném, hogy ugye itt a Fidesz, az MSZP és az ÖPE jelöl, akkor ezt úgy kellene megtenni, hogy mind a Pécsi Média Központ Kft-nek a felügyelőbizottsági tagságáról, mind a Pécsi TV Kommunikációs Kft. Felügyelőbizottsági tagságáról is szó van jelölések során. Köszönöm szépen. MSZP frakció. Köszönöm a szót, polgármester, Molnár Gézát javasolni. Fidesz-KDNP frakció. Fidesz-KDNP frakció Kosaras Attilát jelölte.